A szokásokhoz híven a Bácskai Kultúrpalotától indult a néptáncosok felvonulása. A menet a sétáló utcán keresztül a Tóth Kálmán térre tartott, ahol rövid bemutatóval szórakoztatták a népes közönséget. A csoportok ezt követően a főtéri színpadon mutatkoztak be. Az idén a bajaiak mellett Sükösdről, Pörbölyről, Érsekcsanádról, Szeremléről, Hercegszántóról és Császártöltésről érkeztek a fellépők. Vasárnap Sárközben és Szőlőtaposó, ezzel a két koreográfiával készült a gálára a Pörbölyi Hagyományőrző Egyesület, kiegészülve a bajai Gemenc tánccsoport tagjaival. A Vasárnap Sárközben ez dél-dunántúli Sárköz lépésanyag, a lépő, illetve a lassú és friss sárdás, a Szőlőtaposó pedig sárközi ugrosról szól. Tavaly óta sok változás történt náluk, mesélte a Hercegszántói Egyesület vezetőhelyettese. Az viszont természetes számukra, hogy eljönnek a rendezvényre. Sok új taggal bővültünk, úgyhogy igazából hát próbáltunk valami újat mutatni velük együtt. Eredeti moldvai csángó táncokat adott elő a 8 éve működő lippangós tánccsoport. Többféle tánc volt a koreográfiában, általában 5 táncból állítjuk össze a koreográfiákat, és ezekhez a táncokhoz keresünk megfelelő dalokat. A Bácska Banda az idén a Szeremlei Együttest és a Danubia Ami csoportját kísérte. A felvégiek táncolnak Erdélyből, Magyar-Szovátról egy összeállítást. A Magyar-Szovát nagyon híres például az énekes anyagjáról, de most ma a táncos anyagát fogják reprezentálni nekünk. Még a Szeremleiek egy Gagybátor nevezetű helyről. Ez a mai Szlovákia területén található, a Bodrog folyó mellett. Innen táncoltak egy lánykarikázót. A gála után a méltán népszerű Zsikó Zoltán és zenekara szórakoztatta a késő esti kitartó közönséget.